Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Puskás Akadémia, Illés Akadémia U17-es első osztályú bajnoki mérkőzés kezdődik hamarosan Felcsúton. A mérkőzést Rózsavölgyi Dávid fogja vezetni, a két asszisztens pedig Som Surin és Bíró Zsolt lesznek. És hát még arra kell várni, hogy az asszisztens is elfoglalja a helyét itt a mi oldalunkon, és amint ez megtörténik, Rózsavölgyi Dávid játékvezető jelt ad a kezdésre, és ez meg is történt. Ott. Timári elindul keresztbe, és így a jó, a szombathelyi játékostól kapja Zsöllei. Megy mellette Csibi, Csibi gól helyzetben, Csibi, és megvan a vezetés! Így van, az emberhátrányban játszó Puskás Akadémia megszerzi a vezetést. Csibi, Zsöllei kapott egy Illés Akadémia játékostól kiváló paszt, kiugratta Csibi Áront, aki elrúgja a kapus mellett, 1-0-ra vezet a Puskás Akadémia. Timári ezt megpróbálhatja még, sőt, gyorsaságával le is futotta Vámost. Timári megugrasztja a védőt, Timári. És így a veszélyes, Daróci, és a lövés, megvan a második, hát remekül indul a második félidő. Timári beadja, mert hogy elcsúszott a védő, és akkor Daróci, ha már ott van, köszöni szépen, és egy szép csel után elrúgja, és 2-0-ra vezet a Puskás Akadémia. Keresztesbe középre, Nándorinak volt tökéletes, Daróci, megy tovább, Csibi, jó labdát kap, nincs lesz, Csibi, és ott van még, megvan a harmadik Nándori botond. Csibi rárukta, ezt még bravúrral Kiságoston védeni tudta, de érkezett Nándori teljesen üresen, és megvan a harmadik gólunk. Hihetetlen. A kiállításig nem ment, utána viszont parádé, amit művelnek a srácok. 3-0-ra vezetünk emberhátrányban az Illés Akadémia ellen. Parázs! Na nézzük! Ott van mellette Daróci, ő kapja a túloldalon, Tóth Attila teljesen üres, nem tudja Daróci átjátszani. De még mindig ott van Daróci, ez viszont így 11-es! Így van! Na nézzük akkor, Bokros, és berúgja, bravo, 4-0-ra vezetünk, a másik oldalra dőlt Kiságoston, és Bokros találatával megvan a negyedik találat, 4-0-ra nyer a Puskás Akadémia U17-es csapata az Illés Akadémia ellen az U17-es bajnokság negyedik fordulójában. Góra Márk kiállítása után Csibi még az első félidőben megszerezte a vezetést a mieinknek, a második félidőben pedig sorrendben Daróci, Nándori és Bokros is betalált, és ezzel magabiztosan 4-0-ra tudtunk nyerni. Én köszönöm szépen a figyelmüket, a viszonthallásra, viszontlátásra.